Mosoly, derű és jó kedv. A vasárnapi szentmisére szinte mindenki párban érkezett, egymást, a házasságot és minden bizonnyal a kitartást ünnepelték. A Szegvári Katolikus Egyházközség már jó ideje minden évben megszervezi a jubiláló házaspárok ünnepi szentmiséjét. Idén 92 pár kapott meghívót, ebből 35-en jöttek el. Andrássy Elemér plébános a Jóisten áldásával és kisebb ajándékcsomaggal várta az újraházasulókat, akik közül néhányan még az út elején járnak. Ők a 10 éves évfordulót, mások ezüst, rubin vagy aranylakodalmat ültek. Laci bácsi és Erzsike néni pedig azt ünnepelték, hogy immár 60 éve élnek együtt. Sokasíts meg irántuk irgalmadat, és engedd, hogy oltalmad alatt továbbra is áldják szent nevedet, amely áldott örökkön, örökké. Amen. Nagyon hosszú, és sok minden van benne, de jó is, rossz is, azt úgy fogadjuk el, ahogy van. Ki a főnök a házasságban? Meghatározó ez? Vegyes, húnő, jó nőin. Mind a ketten. El kell osztani a gondot és az örömet is? Igen, persze, mind a kettőt. Mert volt azért mind a kettőbű. Melyikből volt a több? Hát azért öröm is volt. Muszáj eztán is úgy lenni, hogy életünk végéig már csak kitartunk, hogyha eddig kitartottunk. A párokat az egész család elkísérte, gyerekek és unokák, gajdáik is együtt jöttek, mind az öten. Bár a 10 évükkel ők még fiatal házasok, van néhány tipjük, hogyan is kell ezt csinálni. Szerintem nagyon sok türelem kell és kitartás. Vannak nehéz pillanatok, amiken szerintem csak közösen lehet túljutni, és az lehet a titka, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak. Nekem ennyi, és a gyerekek szerintem ők a legfontosabbak, akiket szem előtt kell tartanunk mindig, és nem dönthetünk csak önzően. Az Ernagy házaspárt egy szerencsés véletlen hozta össze, persze a következő 45 év már rajtuk múlott. Van két fiunk és 5 unokánk, 4 lány, 1 fiú, úgyhogy az nagyon rossz, hogy ők nem Szegváron laknak, de azért Magyarországon vannak, úgyhogy itt boldogulnak, hál' Istennek. Emlékszik még az első randevúra? Igen, az egy érdekes volt, igen. Mihályt nem sikerült megfogni, a történetre és a szegvári tánciskolára is emlékszik. Egyik próbára nem jöttem Maritkának se a párja, még nekem se. És összetett bennünket a tánctanára. Én ugye akkor népi táncot is tanultam, vagy jártunk népi táncra, és akkor engem kicsit jobban ismert a tanárnő, és mondja, hogy Miska, jó lesz Maritka neked párodnak. Én még hát ugye nagy pofával, hogy jó lesz, még másik nem lesz. Tehát így indult az egész. Ahhoz képest hosszú történet lett belőle. Ez már több mint 50 éve. A ternai házaspár nyáron ülte aranylakodalmát, az egész család ott volt, 110-en ültek asztalhoz, ők is azt vonják. Megbocsátás és szeretet nélkül nem lehet élni egy házasságban. 50 év azért az nagyon hosszú idő, vagy csak nekem tűnik annak? Nekünk is annak tűnik hosszú. Nagyon hosszú. Milyen volt ez az elmúlt 50 év? Csak így dióhéjban. Hát tetszik tudni, ebben mindenfajta dolog volt, ugye változtak a munkahelyeink, a család szaporodott, de végül is jó volt ez az 50 év. Nem tudok rámondani semmi rosszat. Nehéz ezt így végigcsinálni? Hát nem nehéz. Mert... Mi kell ahhoz, hogy a vége egy ilyen örömnap legyen, vagy örömünnep legyen? Hát én szerintem a szeretet kell hozzá, és egymásnak tűrni kell. Nem lehet, hogy egyből fölkapom a vizet, azt elválunk. Az ünnepség szervezői szerint évről évre egyre kevesebb a jubiláló házaspárok száma. Szegváron is érvényesül az országos tendencia. Kevesebben házasodnak, sokan gyermeket is úgynevezett vadházasságban nevelnek. Andrássy Elemér szerint ezért is fontos hangsúlyozni a klasszikus családmodell fontosságát. Ilyenkor, amikor nagyon sok úgymond ilyen ünnepélyes alkalom van, igazán leginkább ilyenkor tapasztalom meg, hogy Isten szereti az embert, és az emberek arcáról is sugárzik az a fajta magatartás forma, hogy az ember is, ha nem minden nap, ha nem minden tettével, cselekedetével, de szereti az Istent. Nyilván nincsen nekem családom, nem is lehet,
de családban éltem, családban élek, és a családban nőttem föl. Szüleimmel rendszeres kapcsolatot ápolok, gyakran szoktak ide hozzám jönni, tehát mondhatom azt, hogy nem szakadtam el a családi fészekből. Szóval 10, 45 vagy 60, úgy tűnik a lényeg ugyanaz. El kell kezdeni, és végig kell csinálni. Jól vagy rosszul, minden esetre nem egyedül. Megértéssel, szeretettel, aztán kompromisszummal, de nem nehéz végül is, mert a szeretet az mindenen átsegít. Nem is igazán tudjuk, hogy hogyan telt ez el. Pillanatnak tűnt az egész. Újra kezdeni? Hát persze. Ha olyan idős lennék. Tisztelni kell a másikat. Tehát el kell fogadni minden bajával együtt, és szeretni. Szeretni őt is, a gyerekeket is, és ebbe a boldogságba lehet csak előre jutni.